a Garabonciás, Szent Király. A csodák éve volt az 1820-as esztendő, Rudnai Prímás akkor helyeztette vissza Esztergomba az érsekséget Nagyszombatról, akkor fedezte fel bizonyos Palmer úr az Antarktisznak elnevezett utolsó ismeretlen földrészt, és abban az évben jelent meg könyvben Katona József nagyszerű műve a bánkbán. Ezekről mi ketten, Bodó Tarpéter bátyám, a számadó meg én, Kismiska a bolytárja, semmit sem tudtunk akkoriban azonban, és ha tudtunk is volna, boldogabbak biztosan nem leszünk tőle. Elég volt nékünk a nyáj gondja, meg az, hogy az egyik kutyánk valami nyüves tüsökbe lépett, s alig győztük szegényt a sántaságból kikúrálni. Hely, ha az a színarany csillag, ami ott fennragyog, ide lehullana, én mindjárt olyan házat építetnék az árából kecskeméten, hogy még Lipót császár ő felsége is bekéretőzne hozzám lakni. Sóhajtott a nádból emelt pásztorlak, a kontyos kunyhó szájában heverve bodó tarpéter, miközben az éjszakai eget bámultuk. Aztán beengednie, bátyja? kérdeztem én, mellette lapítván hátammal a subát, miközben egyik kezemet párnaként a fejem alá tettem, a másikkal meg Bogit, a sebesült kutyánkat simogattam. Addig biztos nem, még juhászként le nem szolgál annyit, amennyit én. Hát a császár nem a népek pásztora, ha az, akkor cudarul végzi a dolgát, mordult az öreg, hisz nékünk annyi is elég, hogy a birka kicsinyt megborzongjon, mindjárt szaladunk nézni, mi bántja szegényt. A császár viszont sosem járt felét, hogy megkérdezze, mivel tehetném jobbá sorsodat, kis miska bojtár. Lehet, hogy csak elkerültük egymást, hiszen én tavasztól őszig idekünn vagyok a pusztán. Na az lehet, hagyta rám budó Péter gyermekkori boldogságomat, és aztán nagyot szívott a pipájából, hogy annak gomolygó füstjében új gondolkodni valóra lejjen. Már éppen szóra nyitotta a száját, amikor Bogi nagy csaholással felugrott, és az erdő felé futott. Hát ezt meg mi lelte? Lesett az öreg juhász csodálkozva a három lábon szaladó kutya után. Tán a nádi farkasokat ette ide a fene. Mindketten talpra szöktünk, és kampós végű pásztorbotjainkat kézbe kapva futottunk Bogi után, ráparancsolva a többi kutyára, hogy a nyáj körül maradjanak. Ha három lábon sántikálva is, de hős ebünk a szomszédi gáspárt anyája felé esőlegelő közepére futott, és ott továbbra is vadul ugatva kaparni kezdte a földet. Pocok lesz ez, mondtam, miután gubancos szőrinél fogva hátrébb húztam a kutyát, vagy valami más fődi ördög. Miután sikerült Bogit lecsillapítanom, már indultam is vissza a kontyos kunyhóhoz, de ekkor Péter bátyám utánam lépett, és vállamra téves súlyos kezét így szólt. Hallga csak! A föld alól valami hang jött, előbb olyan volt, mint a kaparászás, majd, mintha valami dörömbölt, recsent, koppant nyikorgott volna. – No, én megyek! – rikkantottam nagyot ugorva. – Hova te? kérdezte az öreg. Körös van a legközelebb, ahol papot találok, aki el tudja űzni az ördögöt. Miféle ördögöt? Azt, amelyik a földben mocorog, mutattam a helyre, ahol az imént boggjásott. Hát ken nem hallja, olyan hangja van, mintha valakit élve temettek volna el, és miután szentkenet nélkül halt meg, most próbálja magát kikaparni a koporsóból, hogy bosszút álljon az eleveneken. Honnét veszelte ilyen babonaságokat? ráncolta a homlokát a véjuhász. Öreganyám mondta, hogy történt már ilyen, magyaráztam nagy buzgalommal, az efféle rút esemény a pogány időkben mindennapos volt. Akkoriban ugyanis még nem ismerték a szentségeket, ezért a holtak mind visszatértek és magukkal rántották az élőket a pokolba. És azt nem mondta az öreganyát, hogy ha Krisztus urunk eljövetele előtt ilyen volt a világ, akkor mi, a régiek leszármazottai miként lehetünk mégis itt a földön? Hát, nyúlt meg a képen, erről éppen nem beszélt. Akkor felejtsd is el az öreg anyád bolondos beszédét, és gyere, hallgassd meg a szerencsénk muzsikáját. Borzongva tértem vissza a legelő közepére, hátrahagyva kedves kutyámat, hogyha engem el is visz az ördög, ő legalább maradjon meg hírmondónak. Péter bátyám nem sokat szöszmörgött, térdre vetette magát ott, ahol korábban a bogi kapart, és fülét a földre tapasztotta fogvacogva vártam, mikor nyúl ki érte két csontkéz, hogy magával ráncsa, semmi hasonló nem történt. Aha, vigyorodott el a véljuhász, már megint ficereg. Jó magam, bár messzebb álltam, mégis tisztán hallottam a barna göröngyök alól előszüremlő nyekergést, nyikorgást, halk recsegést. Ne félj semmit, koma, egyenesedett fel Péter bátyám, tenyerével megpaskolva a földet. Holnap kiszedünk kiszedjük, rémüldöztem. Mit és miért holnap? Ez végre két okos kérdés állt fel az öreg kezét felém nyújtva. Meg is felelem, de elébb add ide a botodat. Szépen faragott birkafejes kampójú pásztorbotomat igen féltettem, de azért csak odaadtam, Péter bátyám pedig jó erősen a földbe döfte azt. Így reggel mindjárt megtaláljuk, hol is kell lásni, mondta. Megint kérdem, miért holnap? Mert az efféle ládák, miként azt a saját füleddel is hallhattad, éjjel nagyon virgoncak, hiába próbálnánk kiásni, amint fény érné, azonnal elszelelne. Szóval ott lenne egy láda ficereg. Még hozzá kincses láda, bólogatott Péter bátyám, miközben oly sebes léptekkel indult a kontyos kunyhó felé, hogy alig győztem követni. Úgy gondolom, még a törökök áshatták el, amikor erre duhajkodtak, aztán elfeledték, és nem is jöttek érte. A rablott arany pedig, mert ilyen ki a természetje, vár egy darabig, ami lehet akár százesztendő is, de utána elunja magát és elő akar jönni. Ilyenkor vagy világítani kezd, mint a lápilidérc, vagy zajong, mint ez itt. Annyi csak a gond, hogy így sok földben bújás után félénk is a lelkem, ezért napvilág kell hozzá, hogy el ne meneküljön. Több szó aztán nem is esett köztünk, bár én a kunyhóban elheverve még faggattam volna tovább, ám az öreg, subába csavarva magát, menten hortyogós mélyállomba merült. Reggel aztán, amíg Péter bátyám a nyáját friss fűre terelte, én elfutottam a jó órányira gubbasztó szomszédi tanyára, hogy onnét két ásóval térjek vissza. Kérdezték, hogy mi végre kell nékünk a szerszám, közöltem a vén juhásszal. Oszt okosat feleltéle. Annyit mondtam, hogy elpusztult az egyik kutyánk, annak ásunk gödröt, hogy ne csúfoskodjon a napvilágon. Az öreg helyeslőn biccentett, majd az előző éjjel leszúrt botomhoz ballagott, s ott fülét megint a földre tapasztotta. Nyugszik, de valahol itt van, mondta aztán. Te ott kezdjél ásni, én meg kicsint emerrébb. Azt gondoltam, néhány perc alatt meglejjük a kincses ládát, ám nem így lett. Egész délig túrtuk, fúrtuk a földet, akkor a gödröt kaparva, hogy abban nem egy kutya, de akár két egész birka is belefért volna, mikor végre megpillantottunk valamit. Nézd de, súgta Péter bátyám, ottan van a sarka. Lestem, és hát valóban ott volt. Setét barna korhat fát láttam, meg valamicskét a vasalatból, amit akkor a szegecsekkel erősítettek meg, mint a városi emberek kabátjának gombja. Óvatosan ássuk körbe, javallotta a véjjuhász, és mindjárt neki is látott, ám alig ért ásójával a földhöz. A láda mindjárt arrébb csusszant, s már megint nem látszott belőle semmi. Fene azt a mimóza természetjét, most túrhatunk tovább. Nem szaporítom a szót, mondom a lényeget. Három napon át ástuk a legelőt, akkora árkot vájva belé, hogyha eső jön, ami megtölti, hát saját tavat nevezhettünk volna el magunkról a kunság közepén. Esténként, amikor elhevertünk a kontyos kunyhóban, nehezen jött álom a szemünkre, mert minden inunk fájt, összes izmunk remegett, véreres szemünk pedig a sötétben is látni vélte a láda sarkát, amit vagy tucatnyi alkalommal sikerült megpillantanunk, ám megérintenünk sohasem. Negyedik nap reggel aztán egy embert találtunk az árkunk partján. Hosszú, köpönyegű, sápatagarcú, lázas tekintetű férfi volt, aki mívesen cifrázott vándorbottyára támaszkodva várt ránk. Figyelem már kenteket egy ideje onnét a Szentkirályi Erdőből, bökött borostás állával a távoli vadon felé. Maguknak a megkötő bűvigére van szükségük, ami egy helyben tartja a ládát, míg végre kiemelik. Én megsúghatom, ha akarják. Péter bátyám hosszasan szemlélte az idegent. Kent Garabonciás deák, mondta végül, miért segítene nekünk? Kell a ráolvasás vagy sem? kérdezte a férfi, mire a vényház sietve bólintott. Miután tanultuk az igézetet, a Garabonciás kettőt lépett majd eltűnt, mi pedig megint ásni kezdtünk. Két órával később találtuk meg újra a ládát, s mindjárt ráolvastuk, amit kellett. A folyvást mocorgó, halkan nyiszorgó csudaság immár békén tűrte, hogy szépen körbássuk, és az árokból keserves nyögések közepette kiemeljük. – Na most már a miénk vagy – szólt Péter bátyám – mutasd, mit rejt a hasad! – az öreg felemelte az ásót, hogy leverje a rozsdás lakatot, ám ekkor ekkora messzi szentkirályi erdő felől vércse jogáshoz hasonlatos kúrjantás hallatszott. A síkon óriásként egy pillanatra a garabonciás alakja is felderengett, a láda meg... Hát, az fogta magát, és erre a hívó szóra, mint a megriadt gyík, egyetlen szempillantás alatt nekilódult, sportkavarva földet, füvet szórva elinalt. Mi történt itt, Péter bátya? Febegtem a Szent Királyi erdő felé lesve, ahol a ládánknak nyoma veszett. Csak az, ami a szegény emberrel mindig is szokott, felelte a vén juhász csöndes beletörődéssel. A garabonciás vélünk végeztette el a munkát, de a gyümölcsét ő aratta le.